Szívesen adunk egyéni tanácsadást is, de bármelyik szóróanyagból lehet ingyenesen elvinni. Raktunk oda is ki a pultokra. Jó, önnek van-e bankkártyája? Van. Akkor figyelmébe ajánlom, olvassa majd el. Gondolom háza is van, lakása, arra is vonatkozik. Vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tanácsokkal látják el a lakosságot a rendőrség munkatársai a következő időszakban. Két ilyen kis kütyüt szeretnék megmutatni. Ez egy személyi díjasztal, ez önnél van, és meghúzza ezt a madzagot, éles hangot ad. Tehát a szomszédokat, a járókelőket riassza. Ilyen hangot ad ki egy személyi vészjelző, de az ajtóék jelentőségét is bemutatják az érdeklődőknek. A Házhoz megyünk országos kampánysorozat keretében Nógrád megyében több helyszínen és több időpontban verják a lakosságot. Az Országos Rendőrfőkapitányság a lakosság vagyonbiztonságának fokozása érdekében indította el Házhoz megyünk elnevezésű országos programját. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság projektjét 2015. október 19-én kezdte meg három helyszínen, Salgótarjánban, Jobbágyiban és Érsekvadkerten. Minden hónapban egy-egy hétig a kijelölt helyszíneken várják a szakemberek a lakosságot, ahol vagyonbiztonsági tanácsokkal látják el az ott jelentkezőket. Salgótarjánban a Városháza biztosított helyszínt ennek a rendezvénynek, ahol a polgárőrök, rendőrök és a megyei vagyonvédelmi kamara szakemberei, valamint az ÁGON biztosító ZRT képviselői látják el tanácsokkal az ott érdeklődőket. Felhívom a figyelmet, hogy a program 2015. decemberében és 2016. januárjától egészen májusig folytatódik majd, amikor is májusban egy vetélkedővel ér véget, amikor a programban résztvevő települések 3-3 fős csapatai a témában összemérhetik tudásukat. Salgótarjánban, a Városházán novemberben és decemberben is egy-egy hétig kampányolnak a rendőrség képviselői.